következő fa. Ez egy tölgy. 330-as a kerület. Ez sem most dőlhetett ki. Nem tudom, rá merjek állni. Így néz ki. Valahogy. Vannak rajta mindenféle gombák. Ennek is elég porózus a kérge. És ebben nincsenek cincérek. Csak hát ugye korvat, valami más biztos van benne. Le videózol, hogy mekkora vagyok, hogy milyen pici vagyok. Hogy lájak inkább oda mellé. Így is látszik, hogy ez is mekkora. Látszik. Leugorjuk? Leugorjuk. Ekkora. Nagy? De legalább nem kicsi. Ez onnan fordult ki, onnan mondtad. Itt volt a fa még. Az előbb kerestük, hogy honnan fordulhatott ki. De itt még látszik a gyökérzet maradványa, meg ugye ez a kis fának a gyökere, amit kivitt. Ez csak ilyen rövid filmecske, meg hát vannak még itt érdekes dolgok bent a gödörbe, de hát oda nem megyünk be. Pont itt egy váltó van, itt járnak a vadak. A vadak útján vagyunk. Ott is van odállt egy nagy bükk. Meg itt is van valami. Jó, csak itt egy leszakadt ág. Ezt még majd megnézzük, megállítom, még odaérünk. Itt is két szép szálfa. Egy tölgy, meg egy bükk. Egymás mellett. Magas. Ahogy itt van ez a leszakadt két ág. Ágacska. Valami. Ez nem régen szakadhatott le. Szerintem ez idén. Ja, mert még itt az ágvégek. Az ágvégeken zöldelnek a zöldek a levelek. Ja. Ezek se olyan kicsi ágacskák. Az egyik innen, másik onnan. Szép világos lett. 3 perc. Oda menjek, hogy mekkora? Megfogod. Ideálok meg. Mi vagyok semmi. Hárman, ha körbeérnek. Ilyen egy őserdő gyerek. Mert ehhez... Megállítottad? Nem. Ja nem. Ehhez nem nagyon nyúltak. Mert ugye... Nem egyszerű a terep, nincs ide út, tehát ez így magától, ahogy kidőlt egy nagy fa, a helyén jöttek a kicsik, és így néz ki. Na jó, megállítom.